estét kívánok! Szép jó estét, nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza is, persze drága, édes barátaimat itt a stúdióban. És ezzel nagyjából véget is ért a mosolygás a mai adásra. Mostában kevés okunk van mosolyogni, a mai adás pedig különösen nem lesz szívderítő. Így az elején egy kicsit hagy elmélkedjünk, emlékezzünk vissza a szocializmus évtizedeire. Amikor ugye Magyarország de facto, de jure egy megszállt ország volt, itt állomáshoztak a szovjet csapatok, ennek minden ódiumával együtt. Nekem az 50-es, 60-as évekből nincsenek emlékeim, a 60-asból már vannak, de hát kis kölyök voltam, úgyhogy a megszálló szovjet csapatokból legfeljebb annyit érzékeltem, hogy mondjuk általános iskola alsó tagozatába, jelesebb ünnepeken, különösen november 7-én mindig meg volt hívva egy szovjet elvtárs, aki irgalmatlan, rohadt nagy tányér sapkába ott ácsorgott, meg ücsörgött az ünnepély alatt, és nekünk illett párás szemmel nézni a csodálatos szovjet elvtársat, de körülbelül ennyi volt a érzékelés. 70-es évek végén mentem gimnáziumba, 80-as évek eleje. Ugye akkor már ésszel, lélekkel, szívvel utáltuk őket, mint zsebben a szart, de ezzel együtt az érzésen és a gondolaton túl 80-as években már mit érzékeltünk ebből? Tudtuk, hogy vannak szovjet laktanyák, sőt, mikor elvittek katonának, akkor még volt szerencsém a Duna 85 hadgyakorlaton, a Varsói Szerződés katonájaként közös hadgyakorlaton részt venni vidám szovjet katonákkal. Csodálatos volt az egész. De ami a lényeg, és amiért az egészet itt most fölelevenítem, hogy szerintem a 70-es, 80-as évek Magyarországán legalább a Szovjetunió az életünkbe, az életvitelünkbe már nem nagyon akart beleszólni. Arról például egészen konkrét emlékeim vannak, 80-as évek karácsonyai, mindig elmentünk a éjféli misére. Ugye, hát ez elméletileg a szovjet blokkban, nem hogy éjféli mise, karácsony sem volt, fenyő ünnepnek kellett hívni az iskolába, ezt mindenki persze leszarta. Zsúfolásig tele voltak a templomok az éjféli misén. Sokkal többen voltak templomba akkor, mint ma. Nem szóltak bele, nem akarták megmondani, hogy most akkor mi karácsonyozhatunk, vagy nem, hogy élünk. A könyvkiadás, amit ugye Acél elvtárs és a támogat, tűr, tilt, 3T égisze alatt zajlott, vagy akár a filmbemutatók, hát legalábbis a szovjet lágerben, itt messze a legvidámabb barak voltunk. Hát azért egy-két kivételtől eltekintve, amelyek persze fontos kivételek voltak, de mondjuk mind világirodalomból, mind magyar irodalomból nagyjából bármihez hozzá lehetett jutni. És akkor ültünk itt, és vágyakoztunk a nyugatra, hányszor megbeszéltük már ezt, ebben a műsorban vágytunk arra, hogy szabadok és függetlenek legyünk, hát azok lettünk. És most megkockáztatnék egy mondatot. Szerintem a gorbacsovi Szovjetunió fele annyira nem próbálta meg elnyomni Magyarországot, mint ma ő felsége az Európai Unió és Brüsszel. És itt az elmúlt években ebben a műsorban is számtalan alkalommal háborodtunk fel, vagy kínunkban röhögtünk Brüsszelen, az Unión, és azon, hogy mit merészelnek művelni velünk, de szerintem most elérkeztünk a Rubikonhoz, és át is gázoltunk rajta, ez pedig ez a bizonyos Európai Bizottsági ide röffenés, hogy az Erasmus programból kizárják a magyar egyetemeket, ugyanis szól az indoklás, a magyar egyetemi kuratóriumokban és szenátusokban úgymond politikai kinevezettek, sőt, adott esetben aktív vagy volt politikusok is ülnek. Akkor innen induljunk el, tisztelt hölgyeim és uraim. Az a helyzet, hogy
Műsorunk, mai műsorunk következő néhány perce, ahogy mi magyarok szoktuk volt mondani, olyan száraz lesz, mint a teveszar, ugyanis olvasgatni fogok önöknek. Szépen, hosszan, akkurátusan, mégpedig arról fogok önöknek olvasgatni, hogy jelen pillanatban, most, hogy mi itt ülünk és beszélgetünk, Németországban és Ausztriában, most csak ezt a két országot néztük meg, mely egyetemek szenátusaiban és kuratóriumaiban kik is ücsörögnek. Jó? Hallgassák figyelemmel. Benne van minden, amit tudni kell erről a világról. Tehát Németország. A Dresdai Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában tagként jelen van a 100 tartományi kormány tudományért, kultúráért és turizmusért felelős minisztere Sebastian Gemkó. A szociális és társadalmi összetartásért felelős minisztérium államtitkára Dagmar Nykirch, valamint a 100 tartományi kormány pénzügyminisztere Hartmut Vorholyan. A Freiburgi Egyetem tanácsadó testületének tagja Andreas Schwab, a CDU Európa parlamenti képviselője. A müncheni Lajos Miksa Egyetem kuratóriumi tagjai között megtalálható többek között a Bajor tartományi parlament tudományért és művészetért felelős bizottságának elnöke Robert Brannekemper, a Bajor tartományi parlament alelnöke dr. Wolfgang Habisch, a Zöldek frakcióvezető helyettese a Bajor tartományi parlamentben Ferena Ozsgyán, szerintem ez magyar származású, valamint Mihály Piazzolo, az oktatásért felelős Bajor tartományi miniszter. Továbbá bent ül a müncheni polgármester Dieter Reiter és Markus Reinspacher, aki szintén a Bajor tartományi parlament alelnöki tisztségét tölti be. A müncheni Műszaki Egyetem kuratóriumának tagjai között egyebek mellett megtaláljuk Angelika Nieblert, a CSU európai parlamenti képviselőjét, továbbá a Bajor tartományi parlament alelnökét, dr. Wolfgang Habischt, dr. Sabine Jarótot, a gazdaságért, a tartományi fejlődésért, valamint az energiáért felelős tartományi minisztérium hivatalvezetőjét, és szintén a müncheni polgármestert Dieter Reitert. A Regensburgi Egyetem kuratóriumának tagja, Regensburg város polgármestere Gertrud Malz-Schwarzfischer, valamint Jürgen Mistol és dr. Stefan Oetzinger, valamint Margit Wild tartományi parlamenti képviselők. A Siegen Egyetem kuratóriumában nem csak a város polgármestere, hanem Anke Fuchs Dreisbach, tartományi parlamenti képviselő, valamint Volkmar Klein, Laura Kraft és Luisa Licsine Bode, Bundestag képviselők is tagjai. Berlin, ugorjunk át a fővárosba. A Berlini Műszaki Egyetem kuratóriumában a berlini szenátus két tagja, Ulrike Goethe és Armagan Nihupor is benne ül. A Friedrich Alexander Egyetem kuratóriumában ott ül Joachim Herrmann, Bajor belügy, sport és integrációért felelős miniszter, Erlangen főpolgármestere dr. Florian Janik, valamint Fürth polgármestere dr. Thomas Jung. Würzburg. A Würzburgi Egyetem kuratóriumának tagjai között megtaláljuk dr. Winfried Bausbach, Kerstin Celina, Volkmar Halbleib, valamint Gerald Pittner tartományi parlamenti képviselőket egyaránt. Szintúgy az Augsburgi Egyetemben ugyanez a helyzet, a Trieri Egyetemben, valamint a Bayreuthi Egyetemben is. És akkor ugorjunk át a szomszédba, Ausztriába. Ausztriában eleve az a helyzet, hogy az egyetemi tanácsok egy részét a szövetségi kormány nevezi ki az oktatásért, tudományért és kutatásért felelős miniszter javaslatára. Mind kormány kinevezettek ülnek az egyetemi kuratóriumokban. Nézzük, hogy ez mit jelent. Az Innsbrucki Egyetem szenátusában a kormány kinevezte Angelika Schätzet
aki a pénzügyminisztérium egyes számú részlegének főosztályvezetője, valamint dr. Matthias Vogelt, aki a belügyminisztérium hármas számú részlegének főosztályvezetője. A Klagenfurti Egyetem szenátusába a szövetségi kormány kinevezettjeként ott ül Sigrid Berka, aki az Európai és Nemzetközi Ügyekért Felelős Minisztérium menedzsment részlegének főosztályvezetője. A Kremszi továbbképzésért felelős egyetem szenátusában pedig ott ül politikai kinevezettként Martina Hölbacher, aki egyúttal alsó Ausztria kormányának tudományért és kutatásért felelős részlegét is vezeti. És csak egy példa Észtországból a végére. A Tallinni Egyetem kuratóriumának tagja Marina Kaljurand, észt szocialista európai parlamenti képviselő is, aki egyébként 2010 óta ücsörög az egyetem kuratóriumában. És mi a szocialista képviselő, biztosak lehetünk benne, hogy minden Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást, hetes cikkeit, meg nyilván ezt a mostani kis ügyet, hogy nálunk úgymond politikai kinevezettek ülnek az egyetemi kuratóriumokba, ezt mind megszavazza. Aztán hazamegy és beül a Tallinni Egyetem szenátusába. Drága barátaim, quod licet jovi, non licet bovi, mondogatták a latinok. Ez ugye magyarul úgy szól, hogy amit szabad Jupiternek, az nem szabad a kisökörnek. És ezek most ott ülnek Brüsszelben, és az Európai Bizottság azok után, hogy az ég egyadt a világon, valami 17 pontban, hónapokon keresztül, vért pisilve megállapodtunk, ezek után egyszer csak így random a semmiből ide ugat, hogy kizárja az Erasmusból a magyar egyetemistákat, mert hogy a szenátusokba politikusok meg politikai kinevezettek ülnek. Teszik ezt az általam imént szép, hosszan, tényszerűen felolvasott politikai kinevezettekkel és szenátusban ülő politikusokkal a háttérben. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy persze költői lesz a kérdés, mégis meddig kell nekünk egy komolyan venni ezeket a bitang, becstelen, aljas gaz embereket, kettő, meddig kell ezt eltűrni? És ahogy nagyon helyesen mindenki kormány oldalról már föltette a kérdést, az egész ügy végtelen becstelensége, aljassága és hazugsága, mindezen túl, ezek most nem a kormányt, nem a kormányzó pártokat, hanem magyar egyetemistákat büntetnek meg, egyébként a semmiért. Én nagyon-nagyon sokáig nem voltam lelkes híve, sőt, ellenzője is voltam annak, hogy most kilépjünk az Európai Unióból. De mondom ezt úgy, hogy amikor a népszavazás volt a belépésről, én nemmel szavaztam. De aztán, ha már benn vagyunk, jó, akkor legyünk bent meg. Végül is nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez egy tényleg win-win szituáció. Most talán életemben először elkezdtem nagyon komolyan elgondolkodni azon, hogy mi keresni valónk van nekünk ezek között. Ott ül az összes rohadt politikusuk, az összes szemét EU-s parlamenti képviselőjük valamilyen egyetem kuratóriumába vagy szenátusába. És szemrebbenés nélkül megfogalmazzák ezt a mocsokságot, és boldogan vigyorogva elvárják, hogy most mi majd csinálunk valamit. Miért kell ennek így lennie? És nem győzöm hangsúlyozni, ehhez képest a gorbacsovi Szovjetunió, hát egy kócos kis, rakoncátlan, hebehúrgya, anarchiába hajló demokráciának tűnik. Ezt soha nem engedték volna meg maguknak, amit ezek megengednek maguknak. Úgyhogy kezdjünk el előteljesen gondolkodni. És amúgy nagyon-nagyon örültem a miniszterelnök szerdai nyilatkozatának, amikor is azt mondta, hogy
Igen, Brüsszel, ha nem fizeti ki az Erasmus programokat, semmi baj, majd a magyar kormány kifizeti. Mert igen, akkor kifizetjük mi. A magyar egyetemistákkal, a magyar főiskolai hallgatókkal, a magyar fiatalokkal akar most kiszúrni ez a rohadt bűnbanda, de semmi baj. Majd akkor magyar állami pénzből ugyanúgy ki tudnak menni. Az Európai Unió, meg az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament pedig csókolja meg a hátunk végét, már abban az esetben, hogyha hajlandóak vagyunk megengedni nekik ezt a kegyet, hogy megcsókolhatják. És ugyanez vonatkozik egyébként az összes többi ügyre. Ezek ugatnak nekünk, hogy itt micsoda korrupció van. Ezek. Mikor nem telik el most már nap, hogy ne derül neki valami égbe kiáltó rohadt mocsokság arról, hogy mi folyik ott Brüsszelben. Hogy most már nem csak arról van szó, hogy Katar kilóra veszi meg ezeket, hogy szépeket mondjanak róla. Most már megtudtuk, hogy Marokkó is kilóra veszi meg őket évek óta, hogy a saját politikai érdekeit érvényesíteni tudja az Európai Unión belül. És akkor itt hadd jegyezzem meg zárójelbe. Mondjuk a spanyol enklávéba. Honnan is menekülnek a legtöbben? Marokkóból. Mi folyik a marokkói menekültekkel, akik egyébként spanyol rendőrökre támadnak, meg átmásznak a kerítésen? Valamilyen rejtélyes oknál fogva mindegyik be van fogadva. Igaz? Vajon ez mennyibe került Marokkónak? És kik tették el ezért a pénzt? De hagyd tegyem föl az ennél sokkal lényegesebb kérdéseket, mert most még csak annyit tudunk, hogy különböző észak-afrikai és közel-keleti országok kilóra vesznek meg Európai Uniós döntéshozókat, képviselőket, ilyen-olyan funkcionáriusokat, hogy a saját érdekeiket érvényesíteni tudják az Európai Unión belül. De hagyd kérdezzem meg, csak így elméletileg. Önök szerint vajon mennyibe kerülhetett, hogy szép lassan az egész európai autógyártást tönkre tegyék? Mondjuk a zöld, meg a környezetvédelmi szempontok alapján. És azt kifizette kinek, hogy ebbe belemenjenek? Hogy mondjuk letérdepeltessék szép lassan a német autógyártást? Miközben valamilyen rejtélyes oknál fogva az Egyesült Államokban senki se kérdezi meg, hogy akkor hogy is állnak ott a környezetvédelmi paraméterek. És ahogy ma ott tartunk, beszéltünk már erről a műsorban, hogy a Volkswagen gyár bejelenti, hogy ha itt sürgősen nem változik meg minden, akkor lehúzzák a rolót és elköltöznek Németországból. Ezért kifizetett és mennyit és kinek? Hogy ez egyáltalán eljuthassunk idáig. Ezt majd akkor fogjuk megtudni indirekt módon, ha ez a szörnyűség esetleg tényleg bekövetkezik, és megtudjuk, hogy a Volkswagen hova költözik. Nekem vannak ötleteim, hogy hova fog menni. És akkor majd azt is megtudjuk mindjárt, hogy ki fizetett, nem kicsit azért, hogy ez megtörténjen. És aki fizetett, az vajon kiknek fizetett? Szerintem az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban lámpással kell keresni olyan embert, aki nem érintett valamilyen korrupciós botrányban. A bizottság elnöke von der Leyen SMS-ben vesz milliárdokért szérumot a Pfizer-től. Aztán eltűnnek az SMS-ek. És ez a bizottsági elnök ma ide ugat, hogy nálunk kikülnek az egyetemi szenátusokba, meg kuratóriumokba. Mi van? A fényességes Európai Unió egészségügyért felelős biztosának mindjárt a Covid járvány elején hirtelen megjelenik a számláján 4 millió euró. Jé, szintén egy gyógyszergyártól. És azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy hogy került oda. Majd szemrebben és nélkül összeülnek, és elkezdenek minket cseszegetni korrupció miatt. Hát, ötötször mondom ma. A Szovjetunió ezekhez képest egy kifejezetten baráti, cuki hely volt. És mi ide vágyakoztunk évtizedeken keresztül.
ezek közé, a rohadt, mocskos gazemberek közé. És amit most megengedtek maguknak a magyar felsőoktatással és a magyar egyetemistákkal kapcsolatban, az aztán mindennek a teteje. És most, amit itt az imént felolvastam, ez a 16 németországi egyetem, 3 ausztriai és 1 észt egyetem, szenátus, a kuratórium, a tanácsadó testülete, kitömve aktív és volt tartományi és szövetségi politikusokkal. Kérdezzük már meg az Európai Bizottságot, meg von der Leyen, ezeket mikor zárják ki az Erasmus programból? Vagy ne kérdezzük meg? És amit igazából még szerettem volna mondani, azt nem is mondtam ki, hogy ne kelljen nagyon sokat sipolni. Mondtam, hogy nem lesz vidám, de a tények azok fontos és hasznos dolgok. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán Kovács Zoltán lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Szia, Zoltán! Na, itt az első részt azzal kezdtem, hogy fölöttébb, száraz, unalmas és egyáltalán nem szívderítő lesz a mai show. Be is tartottam az ígéretemet. Ugyanis az egész első részben gyakorlatilag neveket soroltam fel a roppant türelmes közönségünknek. Mégpedig olyan nevek, 16 németországi egyetem kuratóriumának, szenátusának, felügyelőbizottságának, tanácsadó testületének tagjait, 3 ausztriai egyetem ugyanezen tagjait, illetve csak a kedvencem, ezt hagy olvassam föl pontosan, az észt egyetem, a Tallini Egyetem, ahol egy bizonyos Marina Kaljurand, észt szocialista európai parlamenti képviselő, aki a saját önéletrajza szerint 2019 óta a Tallini Egyetem kuratóriumának tagja. Az egyetem, ja nem, 2019 óta EP képviselő, de 2010 óta tagja a Tallini Egyetem kuratóriumának, miközben már volt 2015 és 16 között észt külügyminiszter, előtte 14 és 15 között pedig minisztériumi államtitkár. Ebbéli minőségében ücsörög és ücsörgött a Tallini Egyetem kuratóriumában, és feltételezem most, mint szocialista EP képviselő, majd lelkesen fogja elítélni a magyar országi egyetemeket, mert hogy itt politikusok ülnek az egyetemi szenátusokba. Miért mondtam ezt mind el neked? Valószínűleg kitaláltad, mert okos fiú vagy, ismernek régóta. Az Erasmus programból Magyarországot most épp a bizottság ki akarja zárni, mondván, hogy a magyarországi egyetemek kuratóriumaiban, szenátusaiban hát aktív meg volt politikusok ülnek. Az Oli bácsi, meddig kell ezt elviselni, meg eltűrni? Hát a szemétségnek a fokozatait nehéz minősíteni, mert ez igazi szemétség. Már bocsánat, hogy egy kicsit ilyen profánul fogalmaz az ember, én is az egyetemi világból jövök, és aki ismeri belülről azt, hogy hogyan működnek ezek a programok, mi a jelentősége, lett légyen az tanszékek, intézmények közötti együttműködésről és ezen belül a diákcseréről, pontosan tudják, hogy egy a magyar felsőoktatás függetlenségének és kutatási minőségének a veszélyeztetése zajlik egyrészt. Kettő, olyan diákokat hoznak lehetetlen helyzetbe, potenciálisan hoznak lehetetlen helyzetbe, zárójegyzem meg, hogy a megkötött szerződése se nem érvényes, akiknek ez a valószínű élete lehetősége, kinyitja a világot, megmutatja, hogy hogyan működnek más nemzetek, más kultúrák egyetemei.
de az állításodban megfogalmazott tényt hagy hegyezzük, vagy tegyük egy kicsit rendbe, ugyanis minket nem tudnak kizárni az Erasmusból. Tehát nem kizártak, vagy felfüggesztettek az Erasmusból, mert ezt nem tehetik, hanem elveszik a pénzt. Elveszik a pénzt egy olyan mondva csináltokkal, ami nem csak azért penetráns hazugság, amit itt az előbb említettél, hiszen ha elmennénk Franciaországba, Spanyolországba, más helyekre, ugyanezt fogjuk látni az Egyesült Királyságról, az Egyesült Államokról nem is beszélve. Tehát a nyugati világban a volt és aktív politikusok részvétele az egyetemek kuratóriumában, az nem, hogy ellentmond egyébként az egyetemek nevének és tisztességének és előremenetének a megvédésében, hanem tulajdonképpen ez a záloga. Hiszen ha jó teljesítményt leadó befolyásos emberek vannak ott, azok segítik ezeknek az intézményeknek az érvényesülését, az ott megfogalmazott célok érvényesítését. És ne felejtsük el, hogy a magyar egyetemi felsőoktatási átalakításnak a lényege pont az volt egyébként, hogy egy megmerevedett, megcsontosodott, nehézkes rendszerben, amiben nem is a finanszírozás, hanem inkább a világra, a világ változásaira való reagálásnak a gyorsasága volt problémás. Ez a kuratóriumi rendszer, ez az alapítványi rendszer gyakorlatilag ezt teszi lehetővé. Talán egy mai hír egyébként, hogy 10 magyar felsőoktatási intézmény kezd megjelenni azokban a nagy nemzetközi listákban, ahova egyébként pont szánjuk őket, és ugye a cél a flexibilis, mozgékony, reagálni képes felsőoktatás mellett pont az, hogy néhány intézmény a lehető leggyorsabban kerüljön a legjobb európai és világegyetemek közé. Szóval ezt teszik lehetetlenné. Az ember sok mindent látott már, és tényleg a szemétség kifejezés azért illik ide, mert láttunk már ilyet az igazságügyi rendszer kapcsán, a média rendszerünkkel kapcsolatban, hogyha Németországban közvetlen, vagy a német nyelvterületen közvetlen minisztériumi ellenőrzés alatt van az ügyészség, az nem probléma, nálunk akkor sem független, hogyha az országgyűlés választja. Ha a média szabályozás más helyeken sokkal direktebben politikusok által történik, Nyugat-Európában, Franciaországban, Németországban, az nem probléma. Ha idehaza az országgyűlésben választják meg ugye az ellenőrző kuratóriumot, akkor az probléma. Tehát a kettős mércének olyan mennyiségű példáját láttuk már az elmúlt 12 évben, hogy meg lennénk lepve, ha ebben nem lett volna ilyen, de ez egy piszkos, aljas játszma, amit kimondottan a magyar fiatalok, a magyar egyetemisták ellentettek. És egyébként, és nem mellesleg alátámasztja azt, amit már egyébként régóta mondunk, hogy persze mindig arról van szó, hogy a kormánnyal van baj. Leginkább persze a politikai színezetével a kormánynak, meg Orbán Viktorral, mint a földre szállt, vagy a megtestesült ördöggel, de hát valójában a magyar emberekkel tolnak ki. És ez érvényes akkor is, amikor a forrás visszatartásról beszélünk. Talán itt, de mindenképpen más műsorokban sokat beszéltünk arról, hogy most egy energetikai válság közepette, miközben a helyreállítási alappénzeit visszatartják, amiben el lehetne kezdeni, nem csak a magyar, hanem más helyeken is ez történik, a magyar elektromos hálózat átalakítását, hogy képes legyen a megújuló áramforrásokat kezelni, ezt a pénzt tartják vissza. Bocsánat, tesznek magasan egyébként arra, hogy mi az ország, mi a magyar emberek érdeke, és ez a diákokat érintő és leginkább a diákokat sújtó intézkedés, az azt hiszem, hogy ennek a dolognak a most a legszimbolikusabb megtestesítője, ennek a kettős mércének és annak a teljesen szemen szeret hazugságáradatnak, amit Magyarország ellen indítanak. Tudom, hogy naívság, de mégis fogalmazhatnánk úgy, hogy tényleg csak a balhé kedvéért. Nem kéne a magyar illetékes szerveknek felvetni azt, hogy mondjuk azt a 16 német egyetemet, 3 osztrák egyetemet és 1 észt egyetemet, amelyet itt én most felsoroltam az adásban. Hogy kérdezzük meg, hogy őket mikor veszik el az Erasmus program pénzeiket. Soha most emlékezzünk vissza arra, hogy amikor a CEU, a Közép-Európai Egyetemtől azt kértük, hogy ugyanazon a kritériumok mentén dolgozzon, vagy működjön, és ne élvezzen olyan versenyelőnyöket, amelyek másokat nem illetnek meg, mint az összes többi magyar felsőoktatási intézmény. És egy az egybe vettük át a német szabályozást, az se volt jó. Szó szerint. Vagy egy-egybe vettük át, mondjuk egy másik már-már mulatságos példát az Európai Unió parlamentjének és intézményeinek vagyonbevallási rendszerét, az se jó. Tehát én azt gondolom, hogy itt elérkeztünk azért egy olyan ponthoz, ahol nekünk magunknak is persze el kell gondolkodni majd a lehetséges
fellépés, ellenlépésben, ahogy Gulyás Gergely egyébként ugye a héten be is mondta, hogy be kell perelni őket. Tehát azért a szórakozásnak van egy határa. Itt folyamatosan nem teljesítik azokat a kötelezettségeket egyébként, amelyeket az Európai Uniónak teljesíteni kellene. És úgy nem lehet egymással beszélgetni, hogy mi miközben kértek tőlünk bizonyos pontokat, ugye? Ez volt ez a 17-19 pont. Minden egyes pontot teljesítettünk. Abban még el sem készült a szükséges jogszabálymódosítás. El sem fogadta a parlament, már újabbak jönnek. Tehát mozgó célpontra elég nehéz lőni. Gyakorlottabbak azt is tudják csinálni, de a politikában olyan kritériumoknak megfelelni, amelyek sosem állandóak, hanem mindig változnak, az rendkívül nehéz, és én azt gondolom, hogy ebben most egy új korszaknak kell nyílnia. Igen, én is úgy gondolom, hogy eljön az az idő, mikor nem is, meg sem kell már próbálni megfelelni egyébként. Gazemberek kiszámíthatatlan ad hoc és csak politikai bosszúállásból motivált kritériumok. Bocsánat, még csak egy mondat talán még ide illik, ugye, mert a kettős mérce az nem egy új keletű dolog Európában. Tulajdonképpen az európai kultúrkörnek talán a 18., 17., 18. századtól fogva a része. A nyugatiak mindig többet gondoltak magukról. Ami ott elment, az nálunk nem volt elfogadható, mi mindig egy kicsit barbárok maradunk itt Közép- és Kelet-Európában, de ezt az ember megszokja. De amikor az Európai Unióban az együttműködésnek az alapjait és a kölcsönös, hogy is mondjam, kiszámítható működésnek az alapjait is az adná, hogy mindenki kölcsönösen tiszteletben tartja egymás kultúráját és különbségeit, de egyúttal azon területeken, ahol ennek van értelme, szabályozható gazdaságban, piacokban, munkahelyteremtésben betartja a szabályokat. A kettős mérce az nem csak arról szól, hogy a vélekedésekben mi történik, hanem arról, hogy egy-egy országra vagy egy-egy régióra tulajdonképpen más szabályok vonatkoznak. És a más az itt nem más, mint hogy nem is, hogy szigorúbb, hanem kivételező, egyedi, kihegyezett, és majdnem használtam egy kifejezést, ki dolog zajlik. Tehát azért azt, tehát én amikor azt mondom, hogy el kell gondolkodni, ez azt jelenti, hogy olyan szabályokat és olyan egyedi kitételeket, amelyek csak Magyarországon lennének érvényesek, én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem lesz szabad elfogadnia, és már talán át is léptük ezeket a határokat. Jó, akkor hát te is otthonosan mozogsz a történelemben. Én csak történész lennék, vagy mi, ezért, ahogy szoktam mondani. Ezért gondoltam, imént úgy fogalmaztál, hogy már a 17. 18. századtól létezik ez a kettős mérce. Hagy hozzak én ide még egy történelmi párhuzamot. Déloszi szövetség megvan, ugye? Déloszi szövetség, perzsa háborúk után Atén vezetésével Krisztus előtt 478-ban megalakul a Déloszi szövetség, 173 görög városállam lesz a tagja. Déloszban van a szövetség kincstára, azért ez a neve, mert ott alakul meg, és alig 10 évnek kell eltelni, hogy az egész egy Atén által dominált zsarnoksággá váljon, ahol az Atén az összes vonakodó, az aténi politikai szándékot nem 100%-ban akceptáló városállamot, vagy katonailag, vagy gazdaságilag megszállja, megzsarolja, ellehetetlenítse. Csak hát akkor volt egy Spárta, amelyik csinált egy ellenszövetséget, a Peloponészoszit, a két szövetség megütközött egymással, amely Atén vereségével végződött. Nem gondolod, hogy itt az Európai Unióban kerestetik egy Spárta? Ha ezt a perspektívát használják, akkor szerintem már megvan. Tehát, és nem is kell ebben szégyenkezni, hogy talán mi a szószólói vagy megtestesítői vagyunk sok szempontból annak a kicsit nonkonform közelítésnek, és a nonkonformizmus az nem abból fakad, ugye illiberálisnak nevezik ezt, meg mindenféle más szóval illetik, nem abból fakad, hogy ne szeretnénk együttműködni, meg ne látnánk, ahogy az előbb utaltam erre, hogy mi az együttműködés optimális formája, hanem abból, hogy a józan ész meghaladása és a józan észt felülíró fejlemények, bürokrácia növekedése, az agyamentnél agyamentebb, újabb és újabb szabályok, most, ha erre akarunk utalni, akkor csak most már a 10. szankciós csomag készülődik. Nem mintha az első 9-nek bármiféle hatása lett volna eddig a háború menetére egyébként. Tehát ennek valahol megállt kell parancsolni. És persze a történészből ilyenkor kikívánkozik az, hogy
párhuzamokat vagy álpárhuzamokat vonjon, mert sokan mondják, hogy a történelem ismétli magát, de én azt gondolom, hogy azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy nem, a történelem nem ismétli magát. Az emberi természet adott esetben hülyeség tudja magát ismételni, hiszen újra és újra előállítja azokat a helyzeteket, szituációkat, amelyben újra és újra olyan hibákat követ el, amelyekre a történelem már többször bebizonyította, hogyha nem is abban a konkrét témában vagy ügyben, de abban a formában, ahogy az zajlik, annak a vége biztos nem lesz jó. Amikor szóvá teszik, akkor persze az embert megbélyegzik, nem tudom, hogy 13., 14. éve kapjuk az ívet, ahogy szokták mondani, hiszen emlékezzünk vissza, hogy nem kellett ahhoz semmi, csak meg kellett nyerni a választásokat 2010-ben, hogy már is azonnal jogállami, médiaszabadság és azonnal mindenféle problémák vetődtek fel másfél hónapon belül Magyarországgal kapcsolatban, miközben előttünk meg tudjuk, hogy kik vitték a csőd szélére az országot és rántottak minket majdnem a mélybe, és akkor nem volt semmi baj. Hozzászokhat ehhez az ember, de bele nem tud nyugodni, és azt mondom, hogy nem is szabad hozzászokni abban az értelemben, hogy újra és újra minden egyes esetben el kell mondani a valóságot, meg hogy mit gondolunk ezekről a dolgokról. Sokszor mondjuk, a választásokon ez mindig bebizonyosodik, a valóság a mi oldalunkon áll. Én azt gondolom, hogy Erasmus ügytől a visszatartott helyreállítási pénzeken át a hétköznapok egyéb más kérdéseig az igazság a mi oldalunkon van. Jó, akkor kicsit beszéljünk a másik kedvencemről. 12 éve hallgatjuk, hogy itt aztán olyan korrupció van, ami párját ritkítja, itt minden pénz el van lopva, ellopódik, és a minden ellopott pénznek a 115%-át azt maga a miniszterelnök lopja el, tehát kb. 12 éve ez a narratíva. Lásd csodát, decemberben így elkezdenek kidőlni a csontvázak. A fényességes portán, a defterdárok környezetében egyszer csak kiderül, hogy hát Hun Katar veszi meg kilóra a Európai Uniós potentátokat, döntéshozókat ilyen-olyan szinteken. Most legújabban megtudtuk, hogy Marokkó is beszállt ebbe a buliba. Ugyanazt a kérdést rágjuk, hogy miközben az összes nyugati egyetem kuratóriumában ott ücsörögnek a politikusok meg a politikai kinevezettek, és ide ugatnak, hogy nálunk ezt nem szabad. Eközben most már lassan nem lesz uniós potentát, akiről nem fog kiderülni, hogy ilyen-olyan mértékben korrupcióval érintett, és megengedik maguknak arcpirulás és szemrebbenés nélkül, hogy minket korruptnak nevezzenek. Nem igaz, hogy ezt minden normális ember nem látja, hogy ez így nem mehet tovább. Hát tekintsük arra, hogy a tényeket hiába mondja el az ember, és Varga Mihály pénzügyminiszterünk ugye az elmúlt napokban több olyan bejelentést tettem, önmagában elegendő lenne arra egyébként, hogy mindenkit meggyőzön arról, hogy azért nehéz úgy szisztematikus korrupció problémáról beszélni egy ország esetében, hogy egy választási évben, ahol azzal gyanúsítottak minket, hogy választási költségvetés van, egy energetikai válság közepén 0,5%-kal kisebb lett az államháztartás hiánya, mint amit terveztünk. Előtörresztettünk mennyit? 100 milliárdot. Nyíj összeget, vagy még talán ennél többet. Egészen jó feltételeket tudtunk felvenni a piacokról, majdnem 4 milliárd dollárnak vagy eurónak megfelelő az ország működéséhez szükséges hitelt. A hiányt csökkentettük, a vártnál jobban, nem magától csökkennek ezek a dolgok, nem a véletlen okozza ezt a dolgot, hanem az a munka, amit a kormány ebbe beletesz. Tehát ennek ellenére lehet tartani egy narratívát, ahogy szokták mondani, egy olyan politikai mondandót, egy olyan politikai vádat, ami most, ahogy már erről beszéltünk, 12 éve zajlik, miközben ezzel szemben egy olyan rendszer működik, aminek az Európai Parlament tulajdonképpen csak egy eleme, hiszen az a hálózatosság, amit az európai meg a nemzetközi baloldal az elmúlt évtizedekben, és nem évekről beszélünk, hanem évtizedekben kialakított, abban a korrupció az egy szisztematikus elem. Csak nem biztos, hogy annak nevezik. Ösztöndíjnak nevezik, előadás ellentételezésnek, meghívásnak egy ilyen vagy olyan NGO, majd beszélünk erről is természetesen, tehát NGO-ban ülni nem összeférhetetlen. Olyan NGO-król beszélünk, akik meghatározó véleményeket adnak aztán a bizottság, illetve a parlament munkája az, amiből a szakértő anyagok készülnek, de egy egyetem kuratóriumában ülni az. Szóval, hogy az Európai Parlamentben, ami zajlik, és mindenki azt mondja, hogy ugye ezek a csontvázak, ezek még, hogy is mondjam, talán emlékszik mindenki a
trónok harcára, vagy talán ennél még jobb a gyűrűk urának arra jelentél, amikor bemennek a holtak közé, és ráveszik őket, hogy harcoljanak a saját oldalukon, és ott ömlenek ki a koponyák és a csontvázak a hegyoldalból. Hát szerintem ebből az is lehet, mert az Európai Parlament léte, ami ma már a saját maga által diktált tempóban sokkal messzebb mutat, mint amit eredetileg neki szántak, tehát aktívabb, kezdeményezőbb és még inkább politikailag aktívabb lett, nem másról szól, mint hogy ennek a befolyásnak, a politikai befolyásnak az érvényesítésére találtak egy új terepet. És mi mindig csak a soros hálózatot mondjuk, de ha egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, mezőgazdasági nagy nemzetközi korporációk, energetikai vállalatok. Gyógyszeripar. Gyógyszeripar. Hogy ott mi mehet a mélyben? Ilyen meghívás, olyan meghívás. Amikor bőrönben viszik már a pénzt, az tényleg az alvilág, ezt sokszor el szoktuk mondani. Tehát aki nézi elég filmet, az tudja, hogy életszerűen azért nem kofferban hordják a pénzt, az inkább a maffia vagy a szervezett bűnözésnek az eszköztárat. Meg az EP alelnöke. Igen, tehát ahol 1,5 millió eurót találnak kofferban, az valószínűleg akkor utalásban, egyéb elkötelezettségben, üzleti kapcsolatokban és egyebekben, az hol lehet a vége? Tehát nem mellesleg a bizottság elnök asszony SMS-ben intézi a Pfizer vakcinák milliárdos tételben történő beszerzését. Tehát, hogy az egészségügyi biztos 2 évvel azelőtt hirtelen talál a számláján 4 millió eurót. 4 millió eurót, és nem tudja elmondani, és házfelújításra. Képzeljék el, Zoli, most tudom, én földhöz ragadt csávó vagyok, de egy picit modellezzék a fejükbe azt a pillanatot, amikor mondjuk a Covid-járvány első 3 hónapja után, ja Isten, hogy hívják az országos tiszti főorvost? Cecília asszony, igen. Müller Cecília számláján egyszer csak megjelenik 4 millió euró, és ő így szétteszi a kezét, hogy fogalmam, hát bevonult volna az ENSZ. Egy kék sisakosok itt rohangáltak volna Budapest utcáin. Ez meg el van sikálva. Igen, de ugye mi csak röhécselünk ezen kínunkban, de hát valójában képzeljük el, hogy ez egy... Az előbb ugye itt bogozgattuk, hogy hibákat egy fel nem mért, előre ki nem számított formában döntéseket hozó rendszerről beszélünk. Szankciós rezsim, a parlament a hangadója. Ki tudja, milyen érdeke van mögötte, kik vannak megvéve a kilóra, hogy tönkre tegyék az európai gazdaságot. Ez napnál világosabb, hogy a 9 szankciós csomag egyetlen kontinensnek nem használ, az pedig Európa, mindenki más röhög és dörzsöli a markát, mert jól jár. Tehát, hogy valami büdös, az egészen biztos, és kíváncsi leszek, hogy egy belga ügyész elszántsága elegendő-e arra egyébként, hogy még több csontváz kerüljön elő, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió intézményének nincs olyan életösztöne és belső tartása, hogy onnan kezdjék el felszámolni majd, vagy feltárni ezeket a dolgokat. Ide a rozsdásbökőt, hogy ha rajtuk múlik, akkor bármilyen plasztikai beavatkozást végeznek most, tehát kezdenek ilyen meg olyan bizottságot, meg új elveket felállítani. Abban a rendszerben, amelyben hagyják, hogy az Európai Parlament túlterjeszkedjen a saját hatáskörén és politikai kezdeményező szerepe révén befolyással legyen olyan dolgokra, amelyekre eredendően nincs, addig ennek a dolognak jövője is van. Bárki is fogott a nyugat-európaiak részéről abban részt venni. Itt az első részben azt merészeltem fölvetni, mert ezért mondtam, hogy nagy szellemek, ha találkoznak, hogy vajon valaha meg fogjuk-e tudni például azt, hogy az európai és ezen belül elsősorban a német autógyártás gyakorlatilag tönkre tételéért, ki és mennyit és kinek fizetett. Mert ezek ugye... De beszéltünk az acél és alumíniumiparról, meg még néhány más dolgról. A vegyiparról, meg még amit majd a szankciós listára fel fognak menni. Itt szóba hoztad az NGO-kat, amelyekbe ugye beülni természetesen semmivel sem összeférhetetlen, sőt a világ legcsodálatosabb és legdemokratikusabb dolga bent ülni egy NGO-ban. Csak zárójelben jegyzem meg, Athén a Déloszi Szövetség idején folyamatosan azt, modernul úgy mondanánk, kommunikálta, hogy mi a demokráciát szállítjuk és exportáljuk mindenféle... Bezzeg a militarista spárta. Szemécs spártába is. Tehát a demokrácia export, ez már 1500 éve, mit ezelőtt? 2500 éve remekül ki volt találva, zárójelbe zárva. Tehát NGO-k, ilyen meghívások, amolyan meghívások, azért itt
nem tudja az ember nem észrevenni a felsejlő alakot a homályban, mint Hamlet atyának szellemét a helsingőri vár fokán, hát Soros elvtárs. És amikor mi rámerészelünk mutatni, hogy ki ez az ember, és mit művel, és a tevékenysége egyébként mit okoz, akkor milyen antiszemiták vagyunk. Hát olyannyira, hogy a Wall Street Journalben, vagy nem is tudom hol, persze megint előkerült ez a dolog. Mi vagyunk az. Van egy ilyen átmozgató jelleggel, ahogy szokták mondani a fociban, fél évre, évről évre, talán mondatokat egy kicsit összekeverik, meg egy-egy aktuális témához köti, de mindig előkerül. Most éppen ugye a Izraelben Netanyahu kormányának megalakulása adta az apropót, hogy nem. Eddig nem volt probléma, Netanyahu önmaga is antiszemita, tehát most az a... Az most a náci zsidók vannak hatalmon. Igen, most vannak a náci zsidók. Ez a nyugati narratív. De nem tudni, hogy mennyi idő kell még az, hogy ezt fel tudjuk számolni, de biztos, hogy van még meló, tehát ez egy olyan métely, egy olyan mérgező közeg maga a narratíva, tehát ahogy elő van adva, meg hát az a hálózat még egyszer, tehát súlyos dollár milliárdok mennek évek, évtizedek óta ebbe a rendszerbe. Súlyos dollár milliárdok. Annak a befektetésnek célja van, és abban a befektetéstől hozamot várnak. Aki elhiszi, hogy ez a pénz jótékonysági célra és célok nélkül áramlik bárhova a világon, az bocsánat, hülye. Tehát mi meg azt hiszem nem vagyunk hülyék, tehát ezt kijelenthetjük, hogy pontosan látjuk, hogy mire megy ki a játék, és tehát ennek valahol véget kell vetni, mert egészen biztos, hogy a nyugati demokráciáknak sem tesz jót, de a demokrácia intézményének biztosan nem. Hát, hogy olyannyira, szűk két percben azért hagyhoz, ha már Sorost emlegettük, de nemrég lehetett olvasni az amerikai sajtóban is, hogy Soros hosszú évek óta iszonyú pénzeket fetszöl abba, hogy neki tetsző úgynevezett érzékenyített ügyészeket nevezzenek ki magas hivatalba az Egyesült Államokba, amely ügyészeknek az a feladata, most figyelj, hogyha egy migráns elkövet valamilyen bűncselekményt, amely bűncselekmény büntetésében benne van automatikusan az, hogy kiutasítják, akkor az ügyész ezt a migránst egy másik olyan bűncselekménnyel vádolja meg, amely miatt nem lehet kiutasítani. És akkor itt jutunk el oda, ugye, állandóan jönnek ezek a felvilágosodással, és hazudnak egy mondatot, ami úgy szól, hogy minden ember egyenlő. Nem minden ember egyenlő, és a felvilágosodásban gyökeredző mondás sem így szólt, hanem úgy, hogy Isten és a törvény előtt minden ember egyenlő, mert így van értelme. Na, ezt most Soros a saját pénzével rúgja föl, és ugyanaz, hogy a bűnökért migránsokat másképpen vádolnak meg. Ez lenne a nyugati demokrácia. Ide vágyakoztunk mi. Igen, de ez az érzékenyítés programszerűen zajlott, sőt megmerem kockáztatni, zajlik ma is különböző más témákban is. A magyar igazságszolgáltatást, az egész európai igazságszolgáltatást érzékenyítették részben migrációs, tehát bevándorlási részben, és természetesen a szexuális kisebbségek irányából. Ez az érzékenyítés ugyanígy zajlik egyébként azokban a közhivatalokban Nyugat-Európa szerte, amelyeknek az állampolgárok ügyeiben kell eljárni. Tehát csöpögtetve van, hogy hogyan lenne jó, és hogyan kellene lenni a dolgoknak azon befektető szerint, aki ezt a nyitott társadalom agyrémet kitalálta, ami nem más egyébként, mint a hagyományos, jól bevált, és hát a természettől és Istentől adott társadalmi formák működése. Ezt próbálják felszámolni, ennek a tanúi vagyunk. És a Soros hálózat a maga szisztematikusságában és kiterjedtségében, én azt gondolom, hogy attól félek, hogy bizonyos értelemben csak egy ilyen, ahogy az angol mondja, role model, tehát egyfajta minta, mert hogy ebből még létezik több koncentrikusan egymásba kapcsolódó, és ha valahol, akkor azt az Egyesült Államokban látjuk, hogy ez az ottani baloldal, a demokraták oldalán mit eredményezett az elmúlt években. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenkitől elnézést kérünk, hogy nem tudtunk rettenetesen vidámak lenni. Köszi még egyszer. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.